érdekes fordulatok a Völner Sádol ügyben, a Mi Hazánk mozgalom méltó büntetést követel. Meglehetősen érdekes események játszódnak le az évtized botránya körül a Völner Sádol korrupciós büntetőügyben, és nem véletlenül komoly aggodalmakat is vet fel, egyrészt a volt kormánytag mondhatni időzőjeles mosdatása miatt, és a hatóságok hiányos tevékenysége miatt is véleményem szerint. Meglepő fordulat volt Sádor György házi őrizetbe való tétele is, amiről határozottan az a véleménye a Mi Hazánk mozgalomnak, hogy nem kellett volna a börtönből még ilyen módon sem kiengedni, és igenis a börtönből, a börtöncellából kellene a tárgyalásra mennie, és nem az adósok pénzéből felépített luxusházából, a luxusautójával kellene a bíróságig eljutnia. De ezen túlmenően már a nyomozati anyagok is hatalmas hiányosságokat mutattak, hogy nem volt konkrét tettenérés Völnernél pénzátvétel közben, illetve az átvétele alatt sem. De ami a legváratlanabb volt számomra, hogy a koronatanú nyilatkozatai a tárgyaláson, amely nem mindenben egyezett a vádalkú alatt tett elmondottakkal, ugye teljes egészében, vagyis hát nagyon részekben más véleményt formált meg a koronatanú a tárgyalás folyamán. A Mi Hazánk mozgalom éppen ezért határozottan elvárja a hatóságoktól, hogy ne legyen egy látszatper ebből a hatalmas korrupciós botrányból. Az eddigi ismereteink szerint nagyon úgy tűnhet, mint egy előre jól megkomponált színdarab, ahol a kormánypárt szeretné a legtöbbet kihozni ebből az egészből, és akár menteni is szeretné a Völner párt. Éppen ezért a legsúlyosabb büntetést követeljük a Völner Sádol ügyben az összes vádlottra vonatkozólag. Varga Judit pedig mielőbbi tanúkénti kihallgatását is követeljük, és egy valódi független létrehozását, amelyben a döntéseikért a benne lévő bírók felelősségre vonhatóak a jövőben.